Az amerikai Nashville-ben járunk, ahol két nagyon hasonló tűzeset történt pontosan 10 év különbséggel. Az eset érdekessége, hogy mind a két tűzben ugyanazt az embert találták meg a tűzoltók. Hogy lehetséges ez? Egy ember nem tud kétszer meghalni. Clarence Joseph Roberts 1918. március 5-én született az Indiana állambeli Bronn megyében, Joseph Roberts és Francis Josephine Herden 8 gyermeke közül az ötödikként. 5 féltestvére volt apja előző házasságából. Clarence először 1937. február 1-én házasodott össze Wilma Seitz-el. 2 gyermekük született, Donald és Wilma. Második házasságát 1941. február 21-én kötötte Geneva Faye Fajtal. Clarence szegény családban született, de együtt nőttek fel Genevával, akitől 4 gyermeke született, Bernard, Forrest, Lorin és Lovell. Majd jött a második világháború, és mint sok amerikai fiatalt, őt is besorozták és Európába vezényelték. A katonai szolgálat után a jó kiállású Clarence Roberts hazatért feleségéhez Genevához, és az Indiana állambeli Nashville-ben telepedtek le. Nashville egy 700 lelket számláló kis település volt akkoriban, ahol mindenki ismert mindenkit, és semmi sem volt titok. 1950-ben indult a megyei sheriff posztért, amit könnyedén meg is nyert, amellett, hogy sheriff volt, Robertséknek volt egy helyi vasboltja is. Az 1960-as években Clarence bátyjával, Carsonnal együtt üzemeltette a nagyon jó bevételt hozó üzletet. Nagyon tisztelték és úgy tűnt, mindenkivel barátságban van. Carsonnal körülbelül 22 évig dolgoztak együtt. Felidézte, hogy mindig boldognak tűnt, szívesen dolgozott, barátságos volt és nagyon jól kijött az emberekkel. Clarence kemény munkás volt, aki órákat töltött a boltban. 1970 őszén kezdődtek a család körül a bonyodalmak. 1970. november 18-án éjjel tisztázatlan körülmények között tűzütött ki Robertsék akkoriban igen jónak mondható otthonában. Amikor eloltották a tüzet, egy holttestet fedeztek fel a tűzoltók, akit Clarenceként azonosítottak. 10 évvel később, 1980. november 29-én újabb tűzütött ki, további 2 holttestet találtak. Az egyik Geneva volt, a másikat pedig ismét, a 10 évvel korábbi tűzben elhunyt Clarenceként azonosították. De hogyan halhat meg egy ember kétszer? A Nashville-iek még ma is kíváncsiak, mi is történt valójában. Clarence halálának rejtélye még mindig kísérti azokat, akik ismerték őt. Az 1960-as években az amerikai álmot testesítette meg. Mint egykori sheriff és a Nashville-i állami bank igazgató tanácsának tagja, valamint boltvezető úgy tűnt mindene megvan. De valami elromlott. Az amerikai álom lassan egy lidérc nyomássá változott. Idővel abba a hibába esett, hogy tovább nyújtózkodott, mint a takarójaért, és mivel nem volt akkora bevétele, mint amennyit költött, rengeteg tartozást halmozott fel. Vásárolt 3 drága autót és egy akkoriban elég modern házat. Ismerősei emlékeztek arra, hogy Clarence személyisége ebben az időben nagyot változott. Úgy jellemezték, hogy ingadozott a hangulata. Volt, amikor minden jó és szép volt, majd percek múlva minden baj volt. Hogy finanszírozza extravagáns életmódját, Clarence eladta üzletét és ingatlanokba fektette a kapott pénzt, valamint gabonatárolókba. Ezek a beruházások rendre kudarcot vallottak. A lakással kapcsolatban hamis és fiktív számlákat is benyújtott egy biztosítónak. 1970 őszén már tudta, hogy komoly bajban van. Októberben, egy hónappal az első tűzeset előtt Warren Robert sheriff, Clarence saját testvére, visszaszerezte 2 járművét, amit tartozásai miatt vittek el tőle. Clarence és Geneva magányos és kétségbeesett lett. 1970. november 18-án este 18 óra 20 perckor a tűzoltók hívást kaptak, hogy lángokban áll a Roberts ház egyik melléképülete, a hőség olyan erős volt, hogy tehetetlenül álltak mellette, miközben a szerkezet porig égett. Amikor a tűz kihűlt, szörnyű dolgot fedeztek fel. Egy felismerhetetlenségig megégett test hevert a romok alatt. Egy félig elolvadt vadászpuska volt mellette. A test annyira megégett, hogy nehéz volt emberként azonosítani.
Jack Bond, a megyei halottkém attól tartott, hogy Clarence végre kifizette az adósságait azzal, hogy kioltotta az életét. Amikor megtalálták a holttestet, Jack azt feltételezte, hogy meglőtte magát. Azt gondolta, hogy túl sok gond van az életében, ezért úgy döntött, hogy öngyilkos lesz. Amikor megérkeztek a rendőrök a halottkémhez, lőtt sebeket kezdtek keresni. Meglepődtek, hogy nem találtak semmit. A rendőrség azon töprengett, hogyan lehetett Clarence öngyilkos, ha nem lőtte le magát. Egyáltalán minek volt ott a puska, ha nem használta? A boncolás később megállapította, hogy a halálok a szénmonoxid mérgezés volt, amely még a tűz előtt történt. Doncaster nyomozó átcitálta a törmeléket. A hamuban elrejtve megtalálta Clarence szabadkőműves gyűrűjét. Az erős hőség ellenére gyakorlatilag sértetlen volt. Még mindig kiváló állapotban volt és úgy tűnt, nem olvadt meg. Nem hitte el, hogy a gyűrű kibírta volna a tűz hőjét anélkül, hogy kárt tett volna benne. Az aranyolvadás pontja kicsivel több mint 1000 fok, amitől biztos, hogy több volt a tűzben és a gyűrű mégis sértetlen. Ez csak az első volt a szokatlan felfedezések sorozatából. A nyomozók megtudták, hogy hónapokkal a tűz előtt Clarence több életbiztosítást is vásárolt, összesen közel $1 millió értékben, és Genevát nevezte meg kedvezményezetként. Azt is elmondta egy barátjának, hogy több mint $100,000 van egy svájci bankszámlán, még a számlához tartozó kártyáját is megmutatta a barátjának. Ezen kívül egy teszt kimutatta, hogy a lángokban talált holttestben AB típusú vér volt. Clarence vércsoportja B volt az amerikai hadsereg feljegyzései alapján. Ha nem Clarence holteste volt, akkor ki halt meg a tűzben? 1970. november 17-én, egy nappal a tűzeset előtt Clarence-t a közeli Morgantown település egyik bárjában vették észre, amint egy csavargóval barátkozott. A férfit körülbelül 170-180 centi közöttinek írták le, és körülbelül egyidős volt Clarence-szel. Ők ketten együtt voltak, de Clarence láthatóan nem tudta a nevét. A csapos fültanúja volt a beszédjüknek és hallotta, hogy Clarence mondta a férfinak, hogy van némi alkalmi munkája a házában, amelyeket el kellene végezni. A férfi beleegyezett, hogy vele menjen. Távozáskor a férfi ismeretlen okból összeesett. Clarence azt mondta, hogy beviszi a férfit a kórházba. Caster nyomozó később körbetelefonálta az összes kórházat 300 mérföldes körzetben, és megállapította, hogy a férfit egyikbe sem vették fel. Két elmélet megosztotta Nashville-t. Az egyik szerint Clarence megölte magát, a másik pedig, hogy meggyilkolta a csavargót, hogy beszedje a biztosítási pénzt. Még azt is rebesgették a rosszakarók, hogy az erdőből nézte, amint a lángok megsemmisítik a tettének a nyomait. Warren úgy vélte, hogy Clarence öngyilkos lett, és nem hitte el, hogy gyilkos lett volna. Az egyik nővére viszont úgy gondolta, hogy határozottan képes volt gyilkosságra. Clarence vagy meghalt, vagy eltűnt, ennek következtében Geneva magára maradt. Vagyoni helyzete drámaian megváltozott, a gazdagságból súlyos szegénységbe süllyedt. Kénytelen volt egy régi épületbe költözni a Roberts család birtokán a város szélén. A biztosítási pénzre vonatkozó követeléseit többször is elutasították, és azt is, mikor megpróbálta halottnak nyilvánítani Clarence-t, a bíró elégtelen bizonyítékokra hivatkozva elutasította a kérést. Nem volt egyedül annak állításával, hogy Clarence meghalt a tűzben. Dr. John Pless, egy kiemelkedő patológus egyetértett vele. Dr. Pless a biztosítótársaságok elleni polgári perben azt vallotta, hogy nagyon valószínűnek tartja, hogy a holttest Clarence-é. Tanúvallomása ellenére Geneva minden fellebbezését elvesztette. Dr. Pless úgy érezte, hogy a Geneva oldalán állókat érzelmileg megviselte a bíró döntése. Pless nem értette, hogy a bíró miért döntött így. Barátaitól és szomszédaitól elvonulva helyi pletykák tárgya lett. A megélhetés érdekében Genevának munkát kellett vállalnia a helyi Howard Johnson étterem konyhájában. Aztán elkezdődtek a pletykák. A helyi boltosok azt mondták, hogy nagy mennyiségű sört adtak el neki. Ez meglepő volt, tekintve, hogy cukorbeteg és ritkán ivott sört. Néhányan azt mondták, hogy nincs egyedül, a szomszédok pedig arról kezdtek beszámolni, hogy láttak valakit az otthona körül. Dave Anderson nyomozó olyan információkat szerzett, hogy egy férfit láttak a lakhelye mögött. A férfi nagyon furcsán viselkedett és soha senkit nem engedett a közelébe.
Mindig eliszkolt a szomszédok elől, mikor kérdőre akarták vonni, hogy ki ő, de ilyenkor azonnal visszaindult Geneva háza felé. Anderson nyomozó és több más rendőr is felügyelte az házat. Körülbelül 3 nap és éjszaka voltak ott. Lefotóztak mindenkit, aki jött-ment az otthonában és környékén. A férfit azonban soha nem látták. Ennek ellenére azt hitték, hogy a férfi Clarence. Egy helyi riporter, Helen Ayers összebarátkozott Genevával. Helen úgy érezte, hogy a nő titkol valamit, vagy valakit. Helen 4 különböző alkalommal látogatta meg a nőt az otthonában. Geneva mindig a hátsó verandán találkozott vele és sosem hívta be. Ez különösen azért volt furcsa, mert Nashville-ben elterjedt udvariasság volt, hogy behívták a vendéget. Helen gyanította, hogy egy férfi lakik ott vele. Helen interjút készített Clarence nővérével is, aki a szomszédos udvarban lakott. Azt mondta, hogy hallotta, ahogy Geneva egy férfival beszélget. Meglepő módon azt mondta, hogy ez nem Clarence hangja volt. Senki sem tudja biztosan, hogy a nő kit, vagy mit akart elrejteni. Visszahúzódó élete eseménytelenül zajlott egészen 1980. november 29-e éjszakájáig, amikor is kigyulladt a háza. Anderson nyomozó nem sokkal ezután a helyszínre érkezett. A tűz ekkor már nagyon hevesen égett. A tűz eloltása után kíváncsi volt, mit találnak. A házat teljesen lebontották. A hamvak között szitálva a kutatók megtalálták Geneva holttestét. Órákkal később újabb megdöbbentő felfedezést tettek, egy második holttestet találtak a ház egy másik részében. Amikor Dr. Pless átnézte a mellkas röntgen felvételét, azonnal felismerte, hogy Clarence-é. Dr. Plessnek és a nyomozóknak az volt a dolga, hogy elmondják mindenkinek, hogy Clarence másodszor halt meg. A második tűz egyértelműen gyújtogatás volt. A detektívek egyértelműen követték az égési mintákat Geneva ágyából a szomszédos szobába, ahol Clarence holteste volt, majd egy folyosón és ki a ház hátsó ajtaján. A bizonyítékok alapján megállapították, hogy Genevát meggyilkolták. Biztosak abban, hogy törpentint használtak a tűz meggyújtásához. Azt azonban nem tudják, ki gyújtotta fel a házat és ki ölte meg a nőt. Clarence vagy egy harmadik fél? Anderson nyomozó úgy véli, hogy egy harmadik fél volt a felelős. A nyomozóknak fogalmuk sem volt arról, hogy ki gyújtotta meg a második tüzet. De úgy vélik, azonosították az áldozatot. Anderson nyomozó meg van győződve arról, hogy a második tűz áldozata Clarence volt. Dr. Pless is egyetértett vele az orvosi bizonyítékok alapján. Mostanra megváltoztatta a véleményét, úgy gondolja, hogy egy csavargó halt meg az első tűzben. Warren azonban nem hiszi, hogy a második tűz áldozata Clarence volt. Ő és Carson úgy vélik, hogy az áldozat az ismeretlen férfi volt, akit Geneva házában láttak. Napjainkban a Greenlawn temetőben Clarence Roberts rejtélye elásva hever és évtizedek után is dacol a magyarázattal. Ki volt az ember az első tűzben? Ki gyújtotta meg a második tüzet és miért? Ki volt az a titokzatos alak, akit Geneva házában láttak, és miért titkolta kilétét? És a kulcskérdés, hol van Clarence? Néhány családtag kételkedik, és tiltakoztak, amikor az ő nevével ellátott sírkövet helyeztek el a temetőben, mert szerintük Clarence nem halt meg. Clarence és Geneva Roberts története a mai napig rejtély. Ha megengeditek, elmondom a véleményemet az üggyel kapcsolatban. Szerintem az első tűz egyértelműen azért volt, hogy a biztosítási pénzt be tudják zsebelni, ami nem jött össze. Clarence megölte a hajléktalant, ott hagyta a gyűrűt, mintha ő lett volna. Warren, Clarence bátyja nyilván azonosította őt, mint testvér, főleg, ha benne is volt a biztosítási csalásban. Nekem az a fura, hogy miután Geneva kiköltözött a férje családjának birtokára, és a szomszédok látták az ismeretlen alakot a ház körül, nekik fel kellett volna ismerni Clarence-t, hisz ismerték. Mint mondtam, alig 700-an laktak a településen, és egy ismert személy volt már csak azért is, mert ő volt a sheriff előzőleg. Valamint ha Clarence öngyilkos lett, miután megölte Genevát, miért vezetett a törpentin nyoma a hátsó ajtó felé? A második tűz nekem is rejtély, mint másoknak. Nektek mi a véleményetek, mi történhetett? Esetleg volt egy harmadik személy is a dologban, aki megölte a második tűzben Genevát és az állítólagos Clarence-t,
vagy Clarence megölte a feleségét és öngyilkos lett. Ha tetszett, iratkozz fel, jövő héten új videó érkezik.